Január 1-én felkerültek a matricák a töltőpisztolyokra is. E5 helyett E10 jelzés mutatja, hogy ez évtől már nem 5, hanem 10%-os bioetanol tartalmú a benzin. A kormány döntése értelmében emelték a biológiai eredetű összetevők arányát az üzemanyagokban. Ezzel az intézkedéssel Magyarország is csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A gépjárművezetők legtöbbje hallott a változásról, akiket megkérdeztünk, valamennyien vegyes érzelmekkel fogadták a döntést. A környezetbarát megoldásnak mindenki örül, azok azonban, akiknek idősebb autójuk van, aggódnak is. Jó döntésnek tartom, mivel állítólag a környezetet nem szennyeznél olyan mértékben, mint amennyire mondják, de mivel idősebb autók van nekünk is, ezen kívül van még egy ugyanilyen autók, ami ugyanilyen korban van, eléggé aggódunk, hogy állítólag valamit kiolt belőle, akkor valamit el is tömítene benne, és akkor majd ez a műszaki vizsgálkon esetleg feljönne, vagy szervizben, műhelyekben valamit a A szakemberek szerint a legnagyobb probléma az újfajta üzemanyaggal, hogy sok olyan jármű lehet hazánkban, melynél az üzemanyagrendszert még nem alkoholtűrő anyagból gyártották. Azok az újfajta üzemanyagtól néhány hónap alatt megnyúlhatnak és elveszíthetik tömítő képességüket. Más esetben megkeményedhetnek, rideggé válhatnak és eltörhetnek. A víz megkötő képessége miatt előfordult a korrózió veszély a fémalkatrészeknél illetve ugye a magasabb alkoholtartalom miatt a szűrőberendezésnél a letapadt szennyeződéseket feloldhatja. Ezért így a befecskendező rendszerbe bejuthat, de nem, szerintem nem lesz gond ilyen. Több Európai Uniós országban is átálltak a magasabb bioetanol tartalomra, és a tapasztalatok szerint mindez nem okozott műszaki problémát, olvasható több portálon. Több mint 3 millió 600 ezer személyautó van Magyarországon forgalomban, írja a Totalkár, melyek közül 1 millió 10 évnél idősebb benzinmotoros jármű. A szakemberek azt javasolják, érdemes ezeket az autókat szakműhelyekben átvizsgáltatni.